Jó estét kívánok, kedves nézőink! Tisztelettel köszöntöm Gyergyó Újfalu polgármesterét, Egyed József urat, és hát akkor vágjunk bele. Költségvetés kész van, a testület elfogadta, boldogan lehet neki vágni az új esztendőnek. Milyen költségvetéssel sikerül elindulni? Na, hogy mi lesz vele, azt a jövő dönti el. Hát én is tisztelettel köszöntöm a tévénézőket, tisztelettel köszöntelek téged is, Gyuri bátyám. Hát mit mondjak? A jó, hogy a költségvetés megvan, mert már azon stresszeltük magunkat, hogy mire ezt a költségvetést összerakjuk, akkor utolér a következő. Tehát hogy márciusban költségvetésezni egy kicsit olyan furcsa, de megszoktuk már ez a román közigazgatásban ez benne van, hogy a sarokszámokat nagyon későn közlik le, és akkor így mi nem tudunk kellő időben gondolkodni, úgymond tervezni, de én azt kell mondjam, hogy pozitív költségvetésünk van, Európai Uniós pályázatokra megvan a pénzünk, saját beruházásaink, több mint három saját beruházásunk lesz. Azt lehet a vízfejlesztésül egészen az utak aszfaltozásáig használni, tehát le van különítve, mindenikre van egy jó adag pénzünk, és úgy mondom, hogy a költségvetésünkben még egy kicsi tartalékitkot is hagytunk azért, hogyha valami olyan jön közbe, ahova kell, azt tudjunk fizetni. Én azt mondom, hogy mondjuk mi pozitívan is, és pénzzel állunk neki ennek az évnek, hogy egy kicsit tudjuk fejleszteni a közösséget. Újfalu nagyközség három faluból áll. Ez három külön gondot is jelent, vagy pedig egy nagy közös gond? Hát mondjam, hogy ez inkább ez egy nagy közös gond, de külön-külön kell kezelni mind a három települést. Megvan mind a három, mondjam, mind az öt településnek a külön rezdülése. Megvan a külön gondolkodása is, és nem lehet ugyanúgy kezelni Gyergyújfalut, mint Kénfalvát, vagy akár Tekerőpatakot. Nekünk az a fontos, hogy egyformán fejlesztjük mind a három települést, vagy mind az öt települést, hogy mind az öt településen ugyanaz legyen az érzés, hogy igenis, jó élni ott az. Ez az öt Libánt is ide? Igen, Libánt és Szenétét is veszem, mert hát habár Szenétén már nagyon-nagyon kevesen élnek, úgymond igen, volt, de nem is olyan biztos olyan kevesen élnek, mert egyre többet látok megjelenni ott új arcokat. Hát igen, az általában gyergyószentmiklósiak, akik pihenni mennek le, de akik ott élnek, az egy-két családról van szó, akik teljesen oda vannak költözve, és mondjuk úgy, hogy a bulletinük is, vagy mondjam, hogy ez a igazolvány is oda szól. Mik voltak a legégetőbb és megoldást nyert tekerőpataki gondok, kénfalvi gondok, újfalvi gondok? Most hagyjuk Libánt és Szenétét, azt majd a következő kérdésnél. Jó, tehát ha kezdem el beszélgetni mondjuk Tekerőpatakot, Tekerőpataknak elég sajátos problémák vannak, amik úgymond elmaradtak. Hát egyszer is a kultúrotthont szeretnénk azt felújítani, ez egy csenés programba be van véve most már. Most már ott tartunk, hogy az általunk készített tervet elemzik, és reméljük, hogy ez kivitelezés lesz. Ha az idén sikerül szerződést kötni, akkor talán jövőben neki fognak, és ezt megcsináljuk, azt a kultúrotthont. Amit nagyon fontos Tekerőpatak viszonylatán, mivel nagyon mélyek a kutak, ezt a vízberuházást kell folytassuk. Megcsináltuk a szolgáltatót, és akkor azért, hogy kiküszöböljük, ha netán esetleg ilyen víz probléma van Gyergyószentmiklóson, és nem tud kellő mennyiségű vizet adni a város, akkor tudjuk magunkat ellátni. Ennek a kútnak a furása megtörtént, vezetékek lerakódtak, most már igazából csak a szűrőberendezések és a teljes üzembe helyezés van hátra, erre különítettünk el saját költségvetésből közel 1,5 millió lejt, azért, hogy ez most már végre meglegyen. Itt kész vannak a tervek, közbeszerzés van hátra, és ez meg kell legyen. Én úgy számítom, hogy augusztusig el ezt be kell fejezzük, tehát pontra kell tegyük. Amit még a testület jóvá hagyott a javaslatunkra, az, hogy Tekerőpatakon maradtak el több utca, amelyik nem volt leaszfaltozva, nincs szilárd burkolattal lezárva. Most ezeket szeretnénk nagyjából
megoldani. Oda is valami 1,5-2 millió lejel különítve, amit szeretnénk használni, hogy leaszfaltozzuk. Kénfalván az iskolaudvar, a kultúrház udvara, ami problémát okoz, az egyházi tulajdon, ezért nagyon nehéz a beruházást nekünk közvagyomból, tehát közpénzből megcsinálni, mivel nem a saját közvagyonunkban van benne, de voltunk az érsekségen, találtunk egy közös jóforma megoldást, ezt most egyeztetjük a prefektúrával is, hogyha jónak találják az ötletet a felülépítési engedély alapján, akkor ezt megtesszük el, és a pénzt elkülönítettük. Itt ha a jogi... prefektúra jónak fogja találni, akkor utána a számvőszék is szemet húny, vagy hogy vagyunk? Hát ez egy izgalmas dolog. Mi azt szeretnék, hogy ne kelljen szemet húnyja, hanem találja jónak. Tehát őszintesség az, hogy egy ilyen 250-300 lejés beruházás nem lehet úgy vállalni, hogy az most jó, vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. Tehát itt konkrétan valaki ki kell mondja, hogy igenis ez az elképzelés, ahogy mi szeretnénk ezt úgymond felülépíteni, ez megállja a helyét jogilag. Közjogilag úgy, ahogy kell. Erre akarjuk választ kapni, írásba választ kapni tőlük, és akkor utána meg gyakorlatilag más nem igazán tud ebbe belekötni. Tehát. Újfalu? Újfaluban őszintesség az, hogy Újfaluban is több olyan gond van, amit meg kellene oldani. Hát elsősorban mezei utak azok, amelyek kicsit gyenge állapotban vannak, azokat kellene javítani, utakat, utcákat, ez a vízberuházást, járdákat szeretnénk építeni, tehát folytatni a járdásprogramot, ott is elő van készítve minden, és gyakorlatilag azt szeretnénk, hogy ez a járdási program úgymond befejező, ha az idén nem is, de jövővel befejeződjön is, hogy nagyjából mindenhova el lehessen jutni a falu minden szegletébe járdán. Amit igazából Újfalut is a teljes községet illeti, és érinti, ez a gáz projektünk, ez a tavaly decemberben adtunk egy pályázatot, elég tehát jó. Tehát külön, nem a többi községgel együtt? Nem a többi községgel együtt, mert volt egy közös kezdeményezés, akkor úgy láttuk, hogy a többiek nem úgy jönnek velünk. Mi felvettük a kesztyűt, és akkor azt mondtuk, hogy most minden energiánkat ebbe tesszük. Nagyon nagy futamodás volt, de sikerült beszerezni az engedélyeket, előengedélyeket, megcsináltatni a terveket, és leadtuk a projektet, és várjuk a választ a POIM nevezetű, úgymond Európai Uniós Ügynökségtől, hogy elmondja, hogy akkor nyertese a pályázatunk, mert azért el kell mondja, hogy nagyon nagy veszélyfutás lesz, hogyha pozitívan bírálják el a pályázatunkat, mert 2023-ig meg kell legyen a beruházás, tehát teljes egészében kész kellene legyen. Ez arról szól, hogy minden egyes portára feltevődne egy mérő, műszer, tehát és vezet odáig a vezeték. Onnan csak a gazda kellene tovább vigye házába és használja ezt a... Ezt uniós pénzekből oldhatnak? Uniós pénz teljesen, igen. Tehát úgy van, hogy 70% Európai Uniós pénz, és a többi az a román kormánypénz. Azt, amit a gazdák szempontjából milyen lelkesedéssel fogadták, vagy egyáltalán hogy fogadják a gázt, mert azért elég kemény a székely feje, és nagyon nehezen mozdul el a megszokottól. Tehát a jó újfali bükkfa az továbbra is egy legjobb tüzelőjét, nincs ebbe titok. Igen, de valamikor hallottam azt az érdekes mondást, hogy kérdeztem volt a Székely Góbik egyik fiatal emberét, hogy hol van a társa, és azt elment bükkfát keresni, azt mondja, és nem kapott jobbat, úgyhogy nem jött még vissza. Na de hát az az igazság, hogy tényleg jó a tűzifa, a bükkfa, csak egyre jobban öregedik a társadalom, és ki van szolgáltatva annak, hogy lehet, hogy pénze volna, de már nincs ereje, és nincs fiatal, aki gyakorlatilag azt a bükkfát összehasogassa, eljuttassa egészen a kályháig, és a kályhából a hamat kiszedi. És én azt mondtam, hogy mindenképpen megéri a gázt bevezetni, egyszer is egy közművesítéssel több, tehát azt jelenti, hogy nő a teleknek az értéke, bármikor értékesíteni akarja, vagy akár bármit akar vele, az az ingatlan valamennyivel többet ér, ugyanis egy szolgáltatással több van ott. Másik meg az, hogy van egy biztonságot, hogyha én elmegyek valahova, mikor otthon vagyok, használom a fát, és amikor pedig el kell mennem, és nincs időm, akkor bekapcsolom egy bizonyos
fok hőfokra ezt a gázas kazánt, és akkor az a kazán biztosítja a családomnak, vagy akár az üres háznak azt a bizonyos minimális fűtést. Tehát mindenképpen hasznos, úgyis csak annyit kell elhasználni abból a gázt, vagy annyit kell fizetni, amit elhasználtam. Tehát lehet állítani, lehet vele úgymond szórakozni. Tehát én mindenképpen hasznosnak tartom, és úgy a visszajelzésekből az jött, hogy igenis ez egy jó dolog lesz a közösségbe. Tehát fejlődésnek veszik a közösségbe ezt a gázat. Nagyon nagy felmérésbe nem mentünk bele az igazság, mert nem volt erre idő. Azt mondtuk, hogy nyerjük meg, és akkor érdemes utána az emberekkel foglalkozni, és eljuttatni az információt, hogy milyen előnyük származik bele. Hát igen, és amikor ott van a cső a ház előtt, akkor teljesen másképp gondolkodik. Igen. Egy kicsit inkább attól írtózok, hogy 60%-ot kellett vállalni, tehát a közösségnek 60%-át, hogy bekössük, ez kötelező vállalás volt, és én attól írtózok, hogy nem 60 lesz, hanem 80 lesz a kérés, és lehet, hogy akkor kicsivel több pénzt mellé kell tegyünk, hogy úgymond mindenkihez eljussunk a gázzal, minden egyes portál. Amikor a költségvetést szétosztják, mi van, megvan, hogy erre ennyit, erre annyit, arra annyit. Gyergyóújfaluban mennyit szántak kultúra támogatására és a sport támogatására, mert mind a kettőben elég jól áll Újfalu. Igen, és már, maga az egész község. Igen, már évekkel ezelőtt azt mondtuk, hogy újítsuk föl az alap létesítményeinket, hogy lehessen eljutni oda. És akkor azt mondtuk, hogy közpénzből, amit mi megfinanszírozunk, annak az a lényeg, például egy sportnál, mondjuk egy focinál. Azt mondjuk, hogy kifizetünk mondjuk egy edzőt, ahhoz, hogy úgymond sportolni, focizni tanítsa a gyerekeket, de ahhoz kötelező, hogy minden gyereket befogadjon. Mivel közpénzből fizetünk, nincs olyan, hogy kiválasztjuk, hogy kik a jók, vagy kik, akik járhatnak, nem. Mindenkit tanít ő focizni. Ez a lényege neki. Ezekre az egészre közel 100 000 lejt szánunk, ezt mindig lepályáztatjuk az egyesületekkel, a civil szervezetekkel, és ők, ezeket a programokat ők fogják megvalósítani. Az idén is ez az összeg volt rászánva, és még egy 120 000 lejnyi összeg, ami saját programok, amit az önkormányzat fog úgymond megszervezni. Ehhez viszont el kell mondjam, hogy sikerült egy versenyvizsgával egy ügyes hölgyet úgymond felvegyünk, és ez most már május végére elkészít közösen a régi, úgymond a civil szervezetekkel és úgymond régebben dolgozó emberekkel, aki kultúrához közük volt, elkészít egy stratégiát erre az évre, hogy mit fogunk csinálni ebbe az évbe, hogy fogjuk ebből azt a Covid időszakból úgymond kivezetni az embereket, és úgymond megint visszajutatni a kultúrotthonokba, az előadásokba, hogy tudunk programokat, olyan programokat adni az embereknek, aki úgymond eléri az ingerküszöbüket, nem a Facebook mellett maradnak, és ez az ő feladata, hogy ezt a stratégiát összerakja, és ezt a stratégia alapján ezt az évet előre úgymond végzik. A hölgy az falubeli, vagy idegenből? Nem falubeli, Csomafalvi a hölgy, gyergyószentmiklósi születés, és Csomafalvára van férhez menve. Igazából ez teljesen mindegy, itt az a lényeg, hogy szakmailag olyan szinten legyen, amilyet mi elvárunk, és úgy oldja meg a feladatot, ahogy mi elvárjuk. Igen, hát mondjuk ez az egyik legnehezebb dolog úgy megoldani, ahogy elvárják a dolgokat. Nagyon érdekes, most ugye sorozatban beszélgettünk gyakorlatilag minden polgármesterrel a környékről, és ami a legérdekesebb például a vidéki településeken, az a szemét kérdése. Újfalu hogy állnak? Mert van, ahol zsummognak. Hát az idén volt, de nem az idén, a tavaly kezdtük el, újra kellett közbeszerzésen, mondjam úgy, hogy licitáljuk, mert mindenki jobban érti, újra kellett licitáljuk ezt a szemét kérdést. Azt hiszem, ha nem tévedek, hogy Áfástól 5 lej 60-ban, azt hiszem nálunk a szemét, per fő, per hónap, körülbelül ide jött ki. Nem is evel van bajom, mert az érték nem a legmagasabb, ez mindig csak fölfele fog menni, és azt hiszem, hogy egy-két éven belül el fogja érni a 10 lejt, és nem mondtam hülyeséget valószínű. És inkább avval van bajom, hogy az állami szervek hogy kezelik ezt a szemétügyet, hogy nem tudunk szelektíven úgy olyan hatékonyan gyűjteni, ahogy kellene,
És ez azért van elsősorban, mert nem tudjunk bevezetni olyan, hogy mérjük a szemetet, mondjuk a háztartási szemetet meg kellene mérjük, és azt mondjuk, hogy ez 15 lej háztartási szemét, viszont a szelektívet ingyen elviszük, sőt, még szinte díjazást is be kéne vezetni. És akkor a háztartási hulladék, aminek a kezelése nagyon drága, az csökkenne, az minimálisra esne. Csak ezt nem tudjuk bevezetni, mert erre egyelőre nincsenek még meg teljesen a törvénykezések. És azt is elmondom, hogy még az emberek is elég felelőtlenül kezelik a dolgot. Például volt egy szemétgyűjtési akció az Erdőlő út mentén, ami 3,8 km, egy mezei útról van szó, és 60 köbméter szemetet szedtek össze ezen a kis mezei útszakaszon. Igaz, hogy gyönyörűen megtakarították. Ez egy közösségi akció volt egy cégvezető kezdeményezésére, és nagyon-nagyon jó sikerült ez az egész akció. Igazából az borzasztotta, hogy mennyi szemét van. Ez mikor volt ez? Ez most egy hete volt. Akkor még nem látjuk, hogy milyen eredménye járt. Hát az eredményt látjuk, mert az eredményt nem látjuk, mert elvitettük már. Igen, de a következő halom szemét az eredmény. Hogy ezt hogy lehet megakadályozni? Hogy lehet megértetni az emberekkel, hogy nem lehet sajnos megértetni. Ne az udvarról hurgyat. Sajnos nem lehet megértetni, még bennünk él azért a kommunizmusból ez a, vagy el kell dobni bármit büntetlenül, azt sem, amit akarunk. Igazából az ember nem veszi észre, hogy gyakorlatilag abba a környezetben, ahol él és jól akar érezni magát, oda belerondít. Tehát ez így, azt szokták mondani, amelyik asztalról eszünk, arra már oda mást nem teszünk. Nem teszünk. Na, úgyhogy egy kicsit felelőtlensége az embernek. Az átutazók is rengeteg szemetet hagynak itt, tehát én azt látom, hogy Libán felé az út mellett, hát most szervezzük egy akciót, hogy összeszedjük, de ott sem lesz. Ott is egy kilométert takarítottunk meg, annyira volt erőnk a múlt héten, hogy az eső beleszólt, de ott is ott valami 20-valamennyi zsák szemét gyűlt össze, csak egy kicsi szakaszon, és olyan szakaszok vannak, hogy a tegnapiben elmentünk, hogy takarítsuk, és őszintes igaz, dolgoztunk 2 órát, utána azt mondtam, hogy fiúk, ezt abba kell hagyni, de nagyobb erőt kell hozni, mert ezt mi nem bírjuk megcsinálni, tehát olyan szintű szemét van. De ettől függetlenül azt mondom, nekünk az a feladatunk, hogy szebbé varázsoljuk, ehhez össze kell szedni a szemetet, mindenkinek a figyelmét fel kell hívni, gyerekeket kell bevonjunk ebbe az egészbe. Azért, hogy a gyerek tanítsa a szülőt otthon, hogy igenis, édesapám, ne dobd el, mert én hónap ide le fogok ülni a zöldbe, és nem szeretném nézni ezt a szemetet. És úgy gondolom, hogy ha nem is tudjuk megváltani a világot, de szebbé tudjuk tenni. A beruházások kapcsán, amikor eltervezik, ismét visszatérek a tervekre, melyek voltak azok a legfontosabbak, legfontosabb pontok ennek a beruházások terén, amelyeket föltétlen tűzvíz be akarják valósítani? Hogy egy beruházás melyik a fontos, melyik nem, én a fontosságát ott látom, és minden önkormányzatnál úgy gondolom, amelyikre önpénzből is hajlandó költeni. Nekünk a víz volt a legnagyobb veszőparipánk évek hosszú során, tehát amikor megtapasztaltuk azt, hogy nyáron, amikor nagyon nagy szárazság volt, és Gyergyószent Miklósról ahhoz, hogy a tömbházakban tényleg legyen víz, akkor megkérte a polgármester, hogy egy kicsit engedjétek meg, hogy egy picit leállítsuk a vizet, akkor nem tudtam azt mondani, hogy állíts le. És akkor ott jött egy dilemmám, hogy én nem voltam saját községemmel szemben, hogy igenis a vizet le lehet állítani. Ettől függetlenül a végén csak azért, hogy leállt a rendszer, mert nem volt víz sem Gyergyóba, sem Újfaluba, sem főleg Tekerőpatakon. És akkor azt mondtuk, hogy no, akkor most már kötelező, meg kell oldani ezt a problémát, be kell vezetni biztonsági rendszert, és a biztonsági rendszert azt mondtuk, hogy nem patakból oldjuk meg, aminek a mozgástere eléggé korlátozott az utóbbi időben, szárosságban nagyon elfogynak a patakok vizei, ezért azt mondtuk, hogy mélyvízből oldjuk meg kutból, kutat furattunk, és akkor ezt kezeljük, olyan szintre hozzuk, hogy az iható legyen, jó víz legyen, és a kellő mennyiség legyen a közösségnek. Tehát ha mondjuk Szent Miklóson gond van, nem tud vizet adni, akkor nekünk akkor is legyen vízünk, a község legyen ellátva víz. Kisül, hogy tekerőpatak, amelyiknek soha nem volt íze, az fogja segíteni a nagy községet. Hát nem kimondotta, hát ez nem lehet így mondani, hogy kikit segít, mert a kutat Gyergyóújfaluba furtuk történetesen azért, mert a geológus tekerőpatakon szerettem volna furatni kutat, de a helyi geológusok elmondták, hogy nem lehet oda furatni, mert
amúgy is mélyen van a víz, amúgy is ott urán szennyeződés van azon a főleg a felső részen, és az egészen benyúlik a kultúrházig, ezért nem javallott oda úgymond ivóvízkutat fúrni. Kénfalván meg az a baj, hogy Kénfalván van ez a nagyon-nagyon vasas, nagyon-nagyon különböző nehéz, nem nehéz, de különböző fémek vannak benne, amit nagyon nehéz. Tehát gyakorlatilag gyógyvíz van. Igen, gyógyvíz van, igen, Kénfalván. Csak az... a tejnek nem méltányolják. Igen, mi sem. És akkor így jött a döntés, hogy Újfaluból, és akkor vezeték és pumpáljuk föl Tekerőpatakra, és onnan majd gravitációsan jön lefele, és látja el a közösséget. Tekerőpataki híres kút, ugye az Isten nyugtassa Dani Gergely, amikor oda kerül plébánosnak az 50-es évek végén, Gyergyúból oda helyezték, akkor ott mind nem volt víz, így nem volt, ki kell tisztítani, senki nem merészkedett a kútba. Beült, lement a pap, de hát ritka ember volt amúgy is. Van nekem is egy érdekes történetem, hát én is legény ember voltam, jártunk fel Gyergyóba bulizni, hát akkor nem volt ilyen világ, hogy autó mindenkinek, hát gyalog jöttünk haza éjszaka, persze az a pár fröccsre jó lett volna egy korty víz, akkor már éreztük a hiányát, és tekerőbe a takonnap, például a vasútnál nekiálltunk, hogy húzzuk ki, és húztuk egy negyed órát, és nem jött a vödör kifele, még nem láttuk a vödör, csak akkor el kellett hagyjuk, mert ott is valami 60 méteres kút van, és a végén meguntuk, azt mondom, inkább szomjan, de hazamegyünk, mert az a vizet nem érjük el. Tehát muszáj tényleg közbelépni, hogy legyen értető víz azért a közösség. Elindulnak egy költségvetéssel az önkormányzatok. Mondjuk úgy, hát hogyha ilyen tempóban van, akkor nem nyár közepén lesz a költségvetés módosítás, hanem közelebb a Mikuláshoz valószínű. Hogy tudják beosztani ezt az időt, és milyen reményekkel várják a költségvetés módosítást, illetve a visszaosztásokat? Mert van ilyen is. Újfalu, hogy szokott részesülni a visszaosztásokból? Mert az enyhén pártérdekű is, és nem a kedvenc párt tagja ön. Tehát én ezt elmondhatom, hogy én mindig a biztonságra törekedtem évek hosszú során. Én tudtam azt, hogy milyen színekben vagyok, tudtam azt, hogy nekem mindig kétszer annyit kell lépni, mindig hamarabb ott kell legyek ahhoz, hogy a sorba tudjak állni. Ezért erre a visszaosztásokra sosem számítottunk. Mi a költségvetést úgy osztottuk be, hogy évvégén még mindig tartalék maradjon benne. Ha adtak, az jól jött, és abból terveztünk. Arra már elő voltak készítve a terveink, tudtuk, mit akarunk megcsinálni, de sosem számítunk már évelején erre. Tehát örökké akkorát harapunk abból a sajtból, gyakorlatilag amekkorát lebírunk nyelni. És akkor úgy hiszem, hogy ez nem tud meglepetéseket okozni számunkra. Tehát én azt hiszem, hogy azért a közösségben, amikor ennyi minden van, hogy ma pandémia van, hónap lezárások, hónap után nem tudom mi lesz, akkor nem lehet ennyire brazírozni erre, hogy most mi történik akkor, ha gyakorlatilag adnak, vagy ha nem adnak. Tehát én azt mondom, Újfalu költségvetésében akkor is, amikor teljesen kifeszítettük a húrt, még mindig van tartalékben. Említette a világjárványt. Gyergyókénfalva vendéglátó is benne van, ugye a láss idegent is otthonodban szívesen mozgalomban. Persze nem így hívják ezt a mozgalmat, de a falu turizmusnak része. Hogy érintette a világjárvány az egész községet? Mi az ami tényleg megfogta? Hát az elmúlt 4 évben azt kell mondjam, hogy nagyon sokat mozogtunk a turizmus terén is. Az volt a lényeg, hogy turistát hozzunk ide. És a határtalan programot fogtuk meg, már többször beszéltem róla is, és rengeteg, hát nem tudom mennyit, de mondjam el, hogy hetente 2 busznyi vendéget hoztunk, ez egész nyáron így ment, tavasztól egészen őszig, nagyon kevés különbséggel. Tehát több 10 000 vendég éjszakáról beszélek én, ami Újfaluba és a környékén csapódott le. Több vendégház volt az, amelyik olyan szintre készült és volt bejegyzett hivatalos cége, akkor azokat mind foglalkoztattuk. Hát ezeket visszafogta a járvány. Még hát megpróbáltak most egy kicsit, hogy úgymond azok, akik még errefele jönnek, azokból egy kicsit lecsipegetni, de
Én azt mondtam mindenkinek, hogy várják ki türelmesen a dolgot, és előbb-utóbb el fog indulni, akkor ne ezek... büntetéssel kezdik. Igen, igen, és ezek startra készen állnak ezek a programok. Most is voltunk Magyarországon, beszélgettünk a minisztériumokkal is, beszélgettünk az iskolákkal is. Az iskoláknak a kontján ott van a pénz, csak éppen kijönni nem mernek, még nem tudnak. De én úgy gondolom, hogy mikor ez egy kicsit felszabadul, akkor itt lesz dömping elég, és azt kell mondjam, hogy el fognak jönni, és ezt ha bepótolni nem is lehet, de legalább lehet folytatni azt, amit annak idején abba hagytunk. Én azt mondom, hogy ezt nem szabad elkeseredni. Voltak az életben, az emberiség életében, vagy mondjam, hogy a székesség történetében voltak ennél sokkal nehezebb periódusok, amikor éhínség volt, probléma volt, nem hasonlítom ahhoz, Isten lássa lelkemet, de azt mondom, hogy ennyit ki lehet, ennyi megpróbáltatást ki kell, hogy bírjunk. Tehát, és reménykedni abban, hogy ezután csak jobb lesz. Hogy állnak az iskola ügyek Újfaluban, épületek, óvodák, és hogy áll a gyermekállomány? Az iskoláinkkal nincs baj. Tehát ezt az online oktatást is elég jól megcsinálták, azt kell mondjam, az igazgató jól állt a sarat, ügyesen összerakta ezt az egész online oktatást. Tehát azt kell mondjam, hogy szinte zökkenőmentesen ment. Annyit, amit én láttam otthon, például az én gyerekem, hogy addig a sokat segítőkész gyerek, aki jött, csörökké kalapácsolt velem, furcs, faragott, együtt hasogattuk a fát, hogy csináltuk, egy kicsit úgy ellaposodott a dolog, utána már nem olyan jó szívvel jön. Már... Úribb gyerek lett. Igen, megtanították egy kicsit úgymond a számítógép előtt való csörgésre, de hát mit mondjak, ez a rendszernek a rosszabbik oldala, de azt is láttam, hogy amennyire lehetett, a feladatot megoldották. Az épületeink rendben vannak. Hát, hogy gyerekeink, hogy vannak-e, hát ezt mit mondjak? Én azt látom, hogy amikor focizni össze kell álljon egy jó csapat, akkor nagyon nehezen áll össze. Sokkal nehezebben, mint régebb. Tehát ami azt jelenti, hogy sokkal kevesebb gyerekből tudunk meríteni, vagy akár hokizni is. Nem úgy van, hogy tudom, 100 gyerekből választunk ki mondjuk 20 gyereket, hanem sokkal kevesebből kell ugyanazt a gyerekállományt kiválasztani, és továbbvinni ezt. Tehát van valamennyi csökkenés. Én reménykedem, mert rengeteg fiatal hazajött az utóbbi időben, és reménykedem, hogy most már a karrierépítést egy kicsit félrébb teszik, és most már foglalkoznak a családépítéssel, az a legfontosabb. Én mind győzködöm őket, biztatom, hogy gyerekek, ha mostanig védekeztetek, akkor most ezt el kell felejteni, és akkor most már kell ugye vállalni a gyereket bőven. A településen, Újfaluban nagyon sokról hallom, hogy Szent Miklósról leköltözött, innen oda költözött. Tehát egy olyan település, ahova szívesen költöznek máshonnan. Hogyan fogadják az idegeneket? Tehát úgy értem, az idegeneket az lehet Szent Miklós is. Tehát mi örvendünk, hogyha felénk jönnek, az egy kicsit visszajelzés nekünk, hogy igenis úgy veszik, hogy igenis itt is meg lehet élni Gyergyújfaluban, vagy mondjam úgy, hogy olyanok a feltételek, hogy érdemes leköltözni. Hát mi azt kell mondjuk, hogy mi fogadjuk, tehát nekünk, ha azt veszem, hogy több száz ház van, ami üres, van gazdája, de üres, akkor azt kell mondjam, hogy jó, hogyha valaki jön és egy kicsi életet hoz bizonyos utcasorokba, hát mi tárt karokkal fogadjuk, és reméljük, hogy azok is, akik jönnek, azok úgy jönnek, hogy beilleszkedjenek a közösségbe, és a közösségnek hasznos tagjai legyenek. Én eddig így látom, hogy így működik. Valamikor olvastam, hogy ugye az újfalvi falutörvény az nem mai keletű. Olyasmi is történt Újfaluban, többek között a Krónika írja, hogy egyik nagyon megerősödött az egyik fiatal ember, és kezdett fütyülni arra, hogy mit vár el a közösség tőle. Ugye, és erre fogták magukat, rablókot fogadtak föl, körbeállták a többit, és felpréráltatták ennek a gyereknek a birtokát, hogy tanuljon. Van szükség mostanában ilyen szigorúságra a községben, hogy esetleg mi módon lehet azokat ráncba szedni, ha van ilyen? Hát volna szükség néha. Hadd nem mondjam, persze egy kicsit ez erős a kifejezés, de mindenképpen
egy kicsit lágyak jelen pillanatban a törvények. A rendőrség is egy kicsit, évek hosszú során mondjuk úgy, hogy a kommunizmusra azt sóhajtoztuk, hogy bár ne lenne egy rendőrse. Na most pont fordítva van, most az a bajunk van, hogy szinte Újfaluban alig van rendőr, és aki van is, nagyon-nagyon fiatalok, és nem tudják betölteni ezt a szerepet teljesen, ahogy kellene. Most túl liberálisak a törvények is, és azt látom, hogy néha-néha nagyon nehéz kordába tartani azokat az embereket, akik úgymond kilengnek a társadalomból. Ezt régen megoldotta a közösség, összefogtak, különböző módszereket találtak ki, volt, amikor nagyon-nagyon durva, drasztikusokat. Ezt most persze nem lehet alkalmazni, de ahogy mondta a Székely bácsi, hogy igen, volna szükség rá. De közbiztonsággal nincs még gond. Nincsen ilyen gond, persze, nincsenek. Tehát nincsenek ilyen problémák. Na, mindig van gond, mindig kerül egy-két ember, de súlyos de nincs. Súlyos nincsen, igen. És a medvék? Mit nem mondjak a medvé vadászemberként, mit mondjak a medvékről? Nekünk úgy vesszük, hogy mi szeretjük a medvéket, engem nem bántott sosem. Mindig azt szoktam mondani, hogy amikor valakivel megyek ki, hogy akkor mindig viszek neki ajándékot. Hát azt az úri embert, akit éppen akivel megyek, meg is ijedt tőle, de hát nem kellett ő félni. A medve nem bánt. A medve inkább az ösztönei szerint megy. Az a nagy bajunk nekünk, hogy belenyúlunk egy kicsit a természetbe. Valamennyit területet, életteret elveszünk tőlük, leszedünk mindent tőle, előlük, málnát, jobban van, hagyjuk, hogy leszedjék sajnos ezt a különböző emberek, idegen emberek. És tiszta ingyen szedik le ez a vicc. Igen, és tiszta ingyen szedik le, és elveszük előlük. Ezáltal, hogy mi belenyúlunk, és nem engedjük, nem szabályozzuk valamennyire őket, ezért el is vannak egy kicsit szaporodva, és nem a minisztérium egy kicsit elhanyagolt ezt de most a problémát. Már. Most már Fajtánk Béli a miniszter. Ettől függetlenül hát, meg tudja oldani. Nem bízok, hogy meg tudja oldani. Ha tőle függne, valószínűleg meg tudna oldani, de én úgy gondolom, hogy ezek ilyen koalíciós tárgyalásokból fognak kialakulni, és hiszem azt, hogy az USZ-RE ezt meg fogja gátolni, abból a szempontból, hogy ne legyen igaza a jelenlegi miniszternek vagy vezetőnek. Én szkeptikus vagyok ebben kapcsolatban. Én azt szeretném, hogy visszaállna az a rend, ami volt valamikor, hogy amelyik problémás egyedek azokat ki kell venni, nem áttelepíteni a problémát mondjuk innen Brassóból, Brassóból ide, ez nem megoldás. Két nap alatt hazajön. Igen, tehát ez nem megoldás, vagy folytatjuk ugyanazt. Én azt mondom, azokat ki kell emelni, onnan el kell tüntetni, és akkor gyakorlatilag megszűnik az a probléma. Régebb is így oldották, meg most is így kellene megoldani. Tehát ha van egy-két-kettő, amelyik olyan kicsit pofátlanabb lett a rendszerben, mint amennyire kellene, azt ki lehet venni, többit meg hagyni, hogy éljenek, és hagyni békén őket, csendzónákat alakítani, ahova ők el tudnak vonulni, ahol ők még nem zavarnánk őket, és akkor ott csináljanak, sokasodjanak, csináljanak, amit akarnak. Készült medveszámolás, vagy egyáltalán körülbelül tudják, hogy hány mackó lehet azon a területen, ami Újfaluhoz tartozik? Hát, hogy valahogy szemléltessem ezt az egészet, mert nagyon sokszor megszámolódtak. Csak az van, hogy amit mi megszámolunk, és fényképekkel, meg mindennel alátámasztunk, azt a minisztérium nem fogadja el vadászegyesületektől. Azért, mert azt mondja, hogy az hamisítványok. Ők viszont, amikor számolnak, akkor mindig úgy számolnak, hogy kevesebb legyen. Tehát akkor maguk szerint. Igen, tehát ez egy ilyen érdekes csiki-csuki játék, egy ilyen nagy dilemma, hogy ezt hogy kell megoldani, viszont azt én érzékelem, nekem van kettő darab vaddisznó meg szarvas etetőm, ahol tényleg intenzíven etetünk, igyekszünk, nem... Ott a Csicsai alatt is például? Ott is van, igen, például egy nagyon jó hely, és úgy kell elképzelni, régen volt egy-két medve, nagyobb, kisebb, egy-kettő volt, örökkel nagyobbat próbálgassa, kisebb a területet elvegye tőle. Most ahhoz képest 6-8 van azon a terület, azon a szóron, azon az etetőn is. Ugyanúgy a másikon is, ha nem is 8 van, de azon is 4 van folyamatosan, amin hébe-hóba járt egy valamikor régen közélefalhoz. Úgyhogy hogy én azt mondom, hogy legalább megduplázódott a medvállomány az utóbbi pár évben, amiatt, hogy nem volt egyáltalán közéig nyúlva. Ennek van jó része is, van rossz része is. A jó az lenne, hogyha ők saját maguk között kiválogatnák azt, hogy melyik életképes, mert azt megcsinálják ők nagyon hamar, és ne olyan vadászra bízni, aki nyilván a legerősebbet lövi ki, mert neki a trófea szempontjából az a fontos. Hát ez is vitákat szül, mert például, hogy az erősebbet kivesszük. Tehát mindig, amikor egy medve van, egy helyen az elfoglal egy teritoriumot, és oda nem enged be
mást. És akkor azt, ha kiveszünk, hogy nagy átrendezés is kerül ott, akkor megint jön egy hím, ők kialakítják, igazából akkor bántják egymást. Amikor a nagy ott van, akkor nem megy oda más. Tehát annyira uralja azt a területet, azt az élőhelyet úgy elfoglalja, hogy nem sok megy oda. Tehát az, hogy nagyobbat emelünk ki, nem mindig az a rossz. Tehát megvan, hogy amikor egy idősebbet általában ezek a nagy idős hím medvék, akik már nem produktívak, akik úgymond már nem nemzenek, azokat nem árt kivenni, mert igazából csak foglalott egy helyet. Ő úgysem, őt már az ösztön nem hajtja arra, hogy harcoljon, gyakorlatilag megölje a kisebb példányokat. Tehát inkább egy közepes nagyobb medve, aki még úgymond erejtejében van, az inkább, azt nem kell kivenni a részből. Hát ez egy kicsit szakma, de nem hát vagyok én teljesen szakember ebben, de évek hosszú során annyi mindent láttam már, hogy én gyakorlatilag köztük élek, a mi az erdei házunk gyakorlatilag ott van a medvejtetőtől 100 méterre vagy 50 méterre, én mindig ott etettem, mi mindig ott vagyunk, minket soha nem bántott a medve. Tehát mi jól el vagyunk vele, én nem, kicsi gyerekeim se félnek a medvétől, közél megyünk 10-15 méterre hozzájuk, persze nem bántjuk, tudjuk, hogy mi a határ, mi az az érzékeny határ, ameddig el lehet menni. Csodáljuk őket, ha kell, etessük őket, amikor úgy látjuk, hogy baj van, de amúgy nem foglalkozunk velük, hagyjuk, hogy ők éljék a természetes életüket. És én azt hiszem, hogy ez is volna az emberek részéről. Más vaddal hogy áll a település? Tehát vannak szarvasaik, őzeink, nyuszik? A szarvas állomány ez egy elég komoly állomány lett az utóbbi időben, sokat is tettünk ezért, és más vadászegyesületek is sokat tettek ezért, hogy jó szarvas állomány legyen. Tehát jó génállomány van, itt is példányszám is nagyon nagy, őz is gyönyörű állomány van, tehát az is nagyon jó. A vadisznó az utóbbi időben visszaszorult, ott a Pest is, itt is a környéken azért megmozdulta magát, azért nem látszik annyira, és nem feltűnő annyira, mint mondjuk más helyeken, mert itt nagyon sok a medve, és nagyon hamar eltűnik az a beteg állat. Uh-huh. Tehát amely kezd betegeskedni, és már nem tud úgy mozogni, hogy kell, azt a medve állomány kisepri nagyon hamar, tehát úgymond felfalja. Rendet tart, igen. Tehát bizonyos szinten erre jó a medve, de viszont nagyon nagy csökkenés van. Nyúlból nem lehet beszélni, olyan komoly nyúl állomány van. Ezek szarkák általában megoldják, hogy legyen szarkaróka ezek. A vizek. Ön természet szerető ember, mennyire elégedett a Maros állapotával, például Újfaluban, ahol ma már nyugodtan át lehet menni száraz lábbal, ott, ahol valamikor tutajkikötő volt. Én nagyon fiatal koromban, én emlékszem, mikor nagy volt a Maros, nagyon élveztük, jégtáblákat hasítottunk le belőle, tutajoztunk, megmerültünk, meg nyakon vertek, de élveztük az egészet is, hatalmas csukákat fogtak. Tehát gyakorlatilag élt a Maros. Utána jött a vízügy, és kitalálták a szakemberek, hogy egyenesíteni kell, mert hogy fusson le a víz, mert hogy árvízveszély van, építeni szabad bárhová, nem baj, hogy az árvízvédelmi zóna, egyenesen kell, és fut el a víz. Akkor emlékszem, hogy apámék elsírták, hogy majdnem egy métert esett a kutakból a víz, tehát gyakorlatilag a talajvíz alá ment, így a kutak is nagyon sok helyen még a vödör sem merült meg a kutakba. Aztán most az utóbbi időben hallottam a szakemberektől újból, hogy jönnek, hogy most már kanyarokat kellene rakni a Marosba, mert rájöttek, hogy az, amit csináltak, az egy hülyeség volt, és most már ilyen visszatartó részeket kell, ilyen gátszerűségeket, amíg visszatartja, nem tudom, ilyen lápokat kialakítani, hogy úgymond ne szaladjon el a víz, hanem én sokszor azt mondtam, hogy mi, ha most így visszanézve ennyi idősen, én annyit azt tudok mondani, hogy a legjobb az volna, hogyha azt mondjuk, hogy ne építsünk oda, ahol a Maros kiöntés, ahol problémát okoz, oda ne adjunk építkezési engedélyt, hanem jelöljünk olyan övezeteket, ahol nem bántja a Maros, és hagyjuk a természetet, hogy úgymond maga oldja meg ezt a problémát, mert én, ha visszaemlékezek gyerekkoromban, én visszasírom azt a hallgazdagságot, azt ott a faunát, ami akkor volt, és akkor még nem is fizettünk azért, hogy ezek meg legyenek, hanem saját magától megtörtént ez. Igen, tehát kellene hagyni mindent a... Egy kicsit igen. A természetet a maga rendje szerint, hogy intézkedjen. Polgármester úr, én kívánok sok egészséget a sok pénz elköltéséhez, terveik kivitelezéséhez, nyilván a közösség javára. Mi a helyzet a fúvózenekarral? Akkor most már vidámabban. Hát igen, hát
gazdagösségben két fúvózenekarunk van, mind a kettő működik. Tekerőpatak ki egy kicsit önjáróban, az Újfalvi, ott inkább fiatalítással foglalkozunk. Minden évben megszervezünk egy tábort, Vásárhelyről, Kolozsvárról, Nagyváradról hívunk szakembereket, hogy tanítsák a gyerekeket. Ez egy nyári tábor, és itt mindig beteszünk fiatalokat azért, hogy ők tanuljanak be, és akkor az utánpótlás legyen meg. Most azt kell mondjam, hogy karácsonyi koncertet, amikor adtak, akkor én nem vagyok egy könnyező ember, de el kellett titkoljam, hogy a könnyeimet a szemembe, mert jól esett, hogy hallgatni őket. Attól függetlenül, hogy nem volt ideig próbálni, nem szabadott próbálnak, titokba próbálgattak egy kicsit, de el kell mondjam, hogy nagyon-nagyon nagy felemelő érzés volt karácsonykor úgymond hallgatni őket, ahogy fújtak a fiatalok, és akkor ezt látni azt a rengeteg fiatalt, hogy úgymond kulturális síkon ilyent alkotnak. Ehhez megint pénz kell, mint a háborúhoz. Igen, ez alárendeljük a pénzt. A pénz az, ahol nem. Tehát azt szoktuk mondani, az pénz az relatív. Ma van, holnap nincs. De amikor van, ezekre a dolgokra költeni kell. Mi fontosabb, gondolom, ennél, mint hogy a fiataljainkat karácsonykor hallgassuk, és a mi lelkünket megtöltsék. Táncosok is nagyon jók, az Újfali tánccsoport. Tehát jó kulturális élet bontakozik ki, de továbbra is mondom, hogy nem minden önkormányzat érzi annak fontosságát, hogy a helyi műkedvelőket ösztönözze azzal a kis támo, nem sokkal, mert nem pénzért megy senki se a fúvózenekarba, se a tánccsoportba, de jó, hogyha érzi azt, hogy egy ruhához hozzájárulnak, egy hangszert megvásárolnak. Igen, az oktatás az nagyon fontos. Tehát az oktatókat meg kell fizetni, és jó oktatókat kell keresni mindenképpen. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Sőt, az utóbbi időben elkezdtünk foglalkozni a hazatért fiatalokkal is, akik hazajöttek Svájcból. A politológiai estektől elkezdve, a gazdasági estektől, a mezőgazdaság, az iparteri mindenre előadásokat szerveztünk, és ezt folytatni szeretnénk, hiszen én úgy látom, hogy most közelebbről ide ír az autópálya, mondjam, egy 5 éven, vagy 10 éven belül, és akkor fel kell készítsük a gyakorlatilag a közösséget, igenis, az hogy fogadja. Annak lesz egy szívó hatása, és ha arra nem tudunk felkészülni, gyakorlatilag ez elmegy fölöttünk az a bizonyos idő. Úgyhogy a fiatalinkat képezni kell, fejleszteni őket, hogy legalább azokat a hibákat, amiket mi fiatalkorban vállalkozóként elkövettük, azokat ő ne kövessék. És aki a tanuláson spórol, az a jövőn is spórol. Igen. Ezt mondták az okos kínaiak, nem véletlenül. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést, és remélem még találkozunk. Köszönöm még a kellemes beszélgetést. Még kicsit elcsevegünk a mindenről. Viszontlátásra önöknek nyugodalmas éjszakát kívánok.